Gyülekeznek a népviseletbe öltözött sokacok. Ők a Dunai mosást készülnek bemutatni. A zenés menet ezúttal is megmegállt egy-egy háznál, ahol a gazdák szomjoltókkal várták a mosásra igyekvőket. A sokac révhez érve aztán megkezdődött maga a mosás. Ezt a hagyományt a mohácsi sokacok olvasóköre elevenítette fel. Talán azt hiszem, hogy sikerült ez a 25 év alatt átörökíteni azt, amit szerettünk volna, és igazán vannak fiatalok, akik köztünk nőttek már fel, most már 25 évesek, és azok azért viszik tovább, és bízom benne, hogy a továbbiakban is, amikor már az idősek kikopnak, elkopnak, azért lesz egy olyan generáció, aki ezt be tudja mutatni még a továbbiakban. A július első hétvégén megtartott program során nehéz évszázados asszonyi munka elevenedik meg a folyópartján, természetesen hagyományos eszközökkel. A Dunai mosás során fiatalok és idősebbek egyaránt sorra veszik a teendőket, az áztatást, a mosópadra helyezett ruhák beszappanozását, megzöcskölését, majd a vizes anyagokból a mosófa élével a szennyeződés eltávolítását, mindaddig, amíg a textíliákból tiszta öblítővíz nem jön. Nagymamám a Szigetben élt, és ő is régen a Dunára járt, az ő szüleivel, nagyszüleivel mosni, amikor még ez mindennapos volt. A mosás jó hangulatáról helyi zenészek gondoskodtak. Horvát származású vagyok, természetesen félig, anyukám horvát, és hát igazából 9 éves korom óta zenélek, tamburán, a mohácsi zenekarral már egy 3-4 éve fel is lépünk az összes rendezvényen, amit megrendeznek itt Mohácson, mint Sokac, mint horvát, igazából magyar rendezvény, bármelyiken. A Sokac rendezvényt folklor műsor zárta.